Új közösségi programsorozattal várja az érdeklődőket az Öreghegyi Plébánia Közösségi Háza. Szerdán Demeter Zsófia történész előadásában a 2004-ben megszűnt székesfehérvári rádiótelep 80 éves történetéről mesélt a hallgatóságnak. Táviratozás számára volt ez nagyon jelentős, hiszen amit itt 1924-ben elkezdtek üzemeltetni, 22-től 24-ig, tehát vigoros gyorsasággal felépült, az nagyon sokáig egész kelet, természetesen Magyarországnak, és egész kelet, közép-kelet-európának is a rádió távirat ügyeit intézte. Érdekesség és fontos szakmai előrelépés volt, hogy ami bejött a régióba, az a tárnoki állomásról érkezett. Ugyanakkor, ami pedig kiment, az a fehérvári állomásról történt meg. Ugyancsak fontos adalék, hogy a táviratkorszak után a 30-as években elindult az a különleges rádióadás is, amelyből a határainkon túlélő magyarság is tájékozódhatott. Már az 1930-as években elérkezett, pontosan 33-ban az az időpont, amikor nem csak távirat indult innen, hanem hang is, csak hogy még nem a rádiónak a hangját továbbította, hanem a külföldre szakadt magyarokat érdeklő híreket továbbították. Ugye utána vagyunk az első világháborúnak, a trianoni békediktátumnak, ugye nagy tömegek költöztek el Magyarországról. A rádiótelep a II. Világháború után is komoly szerepet játszott, hiszen 1949-től innét erősítették a Kossuth és a Petőfi rádió adását, hogy a teljes Kárpát-medencében hallhatóak legyenek a magyar hírek.